Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Kaposport magazin november 21-i adását látják. Október 30-a után játszott ismét bajnoki mérkőzést a Kométa Kaposvári KK élvonalbeli kosárlabda csapata. Ivár Rudess tanítványai a Körmend otthonában léptek pályára. A bajnoki szünetet követően Körmenden folytatta élvonalbeli szereplését a Kométa Kaposvári kosárlabda klub. Óriási iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét együttes kiválóan célzott, igaz a védekezésre nem fektettek túl nagy hangsúlyt a felek. Hol az egyik, hol a másik csapat járt előrébb, majd a negyed vége előtt nem sokkal Ferenc Csaba juttatta vezetéshez a hazaiakat. A slusszpoint azonban Krnyajszki Boris szolgáltatta, miután bevágott egy dudaszós triplát. A második negyed elején Michael Hughes és Tomislav Gabrics is kapott egy-egy sportszerűtlen hibát, melyek után 9 ponttal ellépett a házigazda. Oris triplájával próbált megzárkózni a KKK, de ezt követően ismét rákapcsolt a házigazda, és a kinti dobásaikkal 11 pontra növelték a különbséget a félidőre. A folytatásra feljavult a kaposváriak védekezése, és fokozatosan le is dolgozták a hátrányukat. Nem meglepő mód jött is a hazaiak időkérése, ami jót is tett a Körmendnek, így nem sokkal később Ivan Rudess rendelte magához az övéit. Igazi kiki meccset hozott a folytatás, volt, hogy 2 pontra is feljöttek Gabricsék, de a záró felvonásnak végül 69-65-ről vághattak neki a felek. Feszült játékot hozott az utolsó negyed. A kékmezes vendégek 69-69-nél még egyenlítettek, és 75-74-ig tartották is a lépést az Eurókupában edződő Körmenddel, de a véghajrában a házigazdák voltak fontosabbak. A vége 85-80-as hazai siker. Gratulálok a Körmendnek, sikerült szorossá tennünk a mérkőzést a végére, de egyelőre taktikailag nem vagyunk elég érettek ahhoz, hogy az ilyen meccseket meg tudjuk nyerni. Több koncentráció kell a végén, a Körmend úgy érzem megérdemelten nyert, tette hozzá a lefújást követően a KKK horvát vezetőedzője. A Kaposvár legeredményesebb játékosa a horvát Gabrics volt 19 ponttal, őt Hughes követte 18, Krnyajszki pedig 15 ponttal. Először szeretnék gratulálni a Körmendnek, azért újra bebizonyítottak, hogy milyen erős hazai pályájuk van, erre mindenképp számítottunk és erre készültünk. A második fél időben sikerült felzárkóznunk, visszahozni azt az előnyt, amit kialakult, de sajnos két támadáson kaptunk két triplát is itt. Kicsit mentálisan is ez rosszul esett számunkra, mert újra kellett ezt az előtt visszahozni. Szóval itt már tényleg minden beleadtunk a végéig küzdve, de sajnos így nem sikerült. A KKK-ra sűrű hét vár majd. Szerdán az Albafehérvárt fogadják a körcsarnokban, szombaton pedig az újonc Budapest Honvédhoz látogatnak majd. 4 gólos döntetlent játszott a 2022-es év utolsó hazai mérkőzésén a kaposvári Rákóczi. Az NB3-os bajnokság 18. fordulójában Horváth Rudolf tanítványai a Kelen SC együttesét fogadták. Hazai dominanciát, de kevés helyzetet hozott a Cseri úton megrendezett találkozó első fél ideje. Az első kaposvári lehetőségre a 11. percig kellett várni, de Mayer 20 méteres lökete centikkel zúgott el a kapu fölött. A 35. percben Kálmán is megpróbálkozott egy átlövéssel, de a vendégek kapusa szögletre ütötte a labdát. A hátralévő 10 percben komoly lehetőség már nem alakult ki, gól nélküli döntetlennel fordultak a csapatok. A második játékrészben aztán felpörögtek az események. Mindössze 6 perccel a fordulás után szinte a semmiből megszerezte a vezetést a fővárosi együttes. Borbé Bence a saját tér feléről indulva a kígyó térig gyalogolt, majd a megnyíló folyósót kihasználva a bal felsőbe zúdította a labdát. A Kelen előnye nem tartott sokáig, 13 perccel később Horváth Balázs lába is elsült, a kaposvári középpályás 30 méterről lőtte ki a jobb felső sarkot. A 80. minutumban a vezetést is megszerezte a Rákóczi. Egy szemre való összjáték után Böndi Ádám adott be a bal szélről, a hosszú oldalon érkező Mayer Milán pedig bevetődve a hálóba bólintotta a játékszert.
Mindössze 3 perccel később ismét döntetlent mutatott az eredményjelző. Egy röviden kifejelt labdára német Kristóf csapott le, majd a 16-os sarkáról a bal felső sarokba helyezett. A mérkőzés hátra lévő részében a győzelemért rohamoztak a hazaiak, de több találatot már nem jegyezhettünk fel. A nagy gólok meccsén a játékképe alapján a vendégek örülhettek jobban a döntetlennek. Mi egy komolyabb hullámvölgybe kerültünk most az utolsó 5 mérkőzésen, és megmondom őszintén, azért Kaposvár egy stabil jó csapat, ismerjük, azért próbáltunk információkat szerezni róluk, tehát tudtuk, hogy egy nagyon stabil jó csapat, úgyhogy úgy indultunk neki a mérkőzésnek, hogy természetesen minden meccset meg akarunk nyerni, de hogyha egy pontot el tudunk vinni, innen az nekünk most a jelenlegi pozíciónkban az egy jó eredménynek számít. Nagy csalódás, ismét hazai pályán, de a játék talán a fél évben a legjobb volt. Szerintem az egész mérkőzés szinte a Kelemnek a tér felén zajlott. Belehibáztunk és megszerezték a vezetést. Viszont ott volt a kezünkben utána a 3 pont és a fordítás, és úgy éreztem, hogy nagyon sok munkát beletettek a fiúk. Nagyon akarták a győzelmet. Elkövettünk egy hibát, és ezt azonnal megbüntették. A megszerzett ponttal a tabella 7. helyén álló Rákóczi 2 idegenbeli mérkőzéssel zárja az évet. Pintér Norberték vasárnap a sereghajtó Zsámbék, majd egy héttel később a 3. helyen tanyázó Nagykanizsa otthonában lépnek pályára. Kaposvár adott otthont az elmúlt napokban a 18. rövid pályás úszó országos bajnokságnak. A Csík Ferenc versenyúszodában ezúttal is a legjobb magyar versenyzők szálltak vízbe. A versenybírók ünnepélyes bevonulását követően a sportolóké volt a terep a Csík Ferenc versenyúszodában. Kaposvár már 3. alkalommal adott otthont a rövid pályás úszó országos bajnokságnak. Nem az első Kaposváron, és nagyon bízom benne, hogy nem is az utolsó. Szeretnék köszönetet mondani a Magyar Úszószövetségnek, elnök úrnak, Ladár Sándornak azért a bizalomért, amit nagyon remélem, hogy most már kiérdemeltünk, hogy itt köszönhetjük önöket, büszkék vagyunk arra, hogy vendégről láthatjuk valamennyiüket. Az eseményre válogatott kiválóságok sora nevezett, így többek között Milák Kristófot, Kapás Boglárkát és Jakabos Zsuzsannát is láthatta a kaposvári közönség. A rövidpályás országos bajnokság is egy olyan esemény, ahol a magyar úszósport színe, java itt lesz, megméretteti magát, és Kaposvár nem csak a honi médiákban fog szerepelni, hanem talán a félvilág, de Európa biztosan fog figyelni az előttünk álló 4 napos eseményre. A mezőnyben természetesen a házigazda Kaposvári Sportközpont és sportiskola kiválóságai is ott voltak. A korosztályos versenyzőinknek lesz egy országos bajnoksága a saját korosztályukban, igazából az a fő verseny erre a szezon kezdetre, de azt gondolom, hogy mindenképpen lelkükben szeretnének itthon jól úszni, és azt gondolom, ez jól is sikerült a délelőtt folyamán. A nagy versenyzőinkkel, Halmai Blankával készültünk, komolyan készültünk, jól is úszott, viszont egy B-döntő jött össze neki, Halmai Petrával igazából a BB szintet vadászunk, és ezért szintúszásra megyünk majd december közepén végén, úgyhogy az a főverseny. Itt igazából próbáljuk halmozni is a számokat edzésgyanán, de nagyon-nagyon jól úszott a délelőtt folyamán, úgyhogy bizakodóak vagyunk. Halmai Petra végül 2 ezüstéremmel zárta az országos bajnokságot, 50 méteres mellúszásban pedig nagyon közel volt a bronzéremhez. A kasi 4x100-as férfi vegyesváltója szintén 4. lett, míg a női csapat 5. zárt. 2-vereséggel búcsúzott a nemzetközi porondtól a finó Kaposvár. A somogyiak a CEF kupa első fordulójában 3-0-ra elveszítették az odavágót, a visszavágón pedig 3-2-re kaptak ki a svájci Schönewerd együttesétől. Jól kezdte a finó a Schönewerd elleni visszavágót, de szép lassan átvették az irányítást a vendégek, akik a kiélezett hajrát követően 25-23-ra nyerték az első felvonást. A kaposváriak az életben maradásért küzdöttek a 2. szetben, és a kubai Hernández vezérletével magabiztosan egyenlítettek is. Nagy csatát hozott a 3. játszma eleje, majd a játékrész közepén megléptek a svájciak, köszönhetően a sri lankai Mahela ponterős játékának. A játszma végén még megpróbáltak zárkózni a somogyiak, de a felvonást végül így is a Schönewerd nyerte, amivel a továbbjutás kérdése is eldőlt.
A folytatásban a cseréknek is játék lehetőséget biztosított Slobodan Prakjačić vezetőedző, a lelkesen játszó hazaiak pedig egyenlíteni is tudtak. Az ötödik rövidített játszmában aztán megint új erőre kaptak a fehérmezes vendégek, akik végül 3-2-re diadalmaskodtak a Kaposvár arénában. Sajnos nem sikerült a győzelem, amiben nagyon bíztunk. Talán kevesebb hibával játszottunk, mint előző meccsen, de még mindig sok volt ahhoz képest, hogy az európai szinten játszunk. Nem mondanám azt, hogy legközelebb, mert most már ugye ez volt az utolsó, de nagyon ügyesek voltak azok a játékosok, akik bejöttek, akik kevesebb lehetőséget kapnak, akár a szezonban, akár itt ebben a két fordulóban, vagy két meccsen. Ők nagyon ügyesen megnyerték a negyedik szettet, és fenntartották a reményt, sajnos az ötödik szett nem jött össze, de ettől függetlenül elkapva előttük. A finó legénységének így a továbbiakban a Magyar Kupában és a rendkívül kiegyenlített extraligában kell helytálnia. Én ugye ezt várom, hát a végén meg, hát akinek helyén van a szívem, szokták ezt mondani, igazán totálisan sablon ez, de tényleg így lesz. Nagyon egyben van az első 6 csapat, úgyhogy győzön a jobbik. Felemás szezont fut egyelőre a BFC Siófok NB2-es labdarúgó csapata. A balatonpartiak hazai környezetben kifejezetten eredményesen szerepelnek, de idegenből ritkán térnek haza ponttal, pontokkal, Domján Attila tanítványai. A somogyiak így a 10. helyről várhatják az évvégi hajrát. A végén engedte ki a győzelmet a kezéből a legutóbbi hazai meccsén a Siófok a Békés Csaba ellen, hiszen a viharsarkiak a hajrában 2 gólos hátrányból felállva egyenlítettek. A sárga-kékek mestere szerint épp ez a két arcúság jellemezte övéit a szezon első felében. Nem kezdtük rosszul a szezont, hogy egy bravúros győzelemmel kezdtünk a Diósgyőr ellen. Hazai meccseink, vele más az egész szezon egyelőre, hazai meccseinken úgy érzem, hogy az elvártat hozzuk, eredményekbe is, meg játékba is. Idegenben picit döcögösebb a dolog, volt egy bravúros győzelmünk mondjuk Aziz Barcikán, az ott a játék is jól nézett ki, a hozzáállásunk is rendben volt, az eredménye is párosult, de most jönnek azok a mérkőzések, nyilván ezek is ugyanolyan nehéz mérkőzések, de most játszunk a hasonló csapatokkal, akik a tabellán is hasonló helyen állnak, mint mi, és hasonló lehetőségekkel bírnak, mint mi, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy fejem tudunk menni a tabellán. A másodosztályú csapatoknak mérkőzéseikre legalább egy 2001 után született labdarúgót is nevezniük kell. A siófoki csapatban a Szegedről érkező debreceni Ákos az a fiatal labdarúgó, aki a legtöbbet játszotta az elmúlt hetekben. Úgy érzem, hogy könnyen tudtam a beilleszkedést megcsinálni. Igazából a játékosok, a csapattársak is segítőkészek voltak ebben, úgyhogy úgy érzem, hogy befogadtak. Jól érzem magam itt, minden játék lehetőséget megkapok, úgyhogy ezzel szeretnék élni. És az őszre azt szeretném csapattal, hogy az első 10-ben benne legyünk, és hogy minél több pontot szerezzünk az elkövetkezendő 6 fordulón. A tabella 10. helyén álló Siófok a megszerzett 23 pontjából 15-öt pályaválasztóként gyűjtött be, és eddig 4 találkozót hoztak le kapott gól nélkül, mind a 4-et hazai környezetben. A balatonpartiak a válogatott szünetet követően a Moson-Magyaróvárt fogadják majd. Kedves nézőink, Önök a Kaposport magazin november 21-i adását látták. Kérem, friss sporthírekért és videókért látogassák meg honlapunkat a www.kapos.hu-t. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!